Sziasztok! Rezsák Péter, kivitelező építész vagyok, az építkezők barátja, akik előre gondolkoznak és igyekeznek a bajt megelőzni. Éppen referenciákat ellenőrzök itt az egyik ilyen lakópark-szerű területen, és nem tudok elmenni szó nélkül amellett, amikor olyan dolgokat csinálnak, ami hát bizony nagyon nem oké. Persze lehetne mondani, hogy az most itt nincs kész, nincs befejezve, de nekem nagyon gyanús, hogy ez így nem is lesz jól befejezve. Itt van a hátam mögött egy tetőszerkezet, még nincsen becserepezve, egyébként egy prima rácsos tartós rendszerű tető készült. Ez teljesen rendben van, viszont a fóliázás során nagyon nem voltak a helyzet magaslatán a szakemberek, ugyanis, hogyha megnézitek, próbálok itt az ellenfényben megmutatni nektek, a vápába, ahol a két tető összeér, a két tetősík összeér, ott telerakták hosszanti lécekkel. Tehát abban a vájadban, itt, amit láttok, ott a víznek kellene lefolynia, annak a víznek, ami vagy kondenzátumként, vagy porhóként, vagy becsurgó esőként bejut a fóliára, de oda végigtették léccel. És ha végigtették léccel, sajnos nagyon-nagyon él bennem a gyanú, hogy azt végig is szegelték. És ha végig szegelték, akkor ott a víz be fog jönni. Úgyhogy ez egy nagyon kis, rövid kis videó akart lenni, és nem is akarom itt ezt az egészet végignézegetni, de oda kell figyelni nagyon az ilyen apró részletekre, hogy van egy tök jó technológia, gyorsan építenek egy ilyen könnyű szerkezetes liapor rendszerű házat, és akkor a tetőt, amikor összerakják, akkor egy kevésbé felkészült csapat összedúrantja, és nem csinálja meg korrektül. Nincs befejezve, tudom. De például itt az eresz vonalban is hiányzik az eresz cseppentő bádog, amit utólag nagyon keserves föltenni, persze föl lehet, de sokkal jobb lett volna egyből föltenni a bádogot, arra feltenni a fóliát, és aztán utána tovább építeni a tetőt. Megnézzük belülről is ezt a vápát, hogy ott bejutott-e a víz, mert sajnos el tudom képzelni, hogy ez a víz az már itt megjelenik és megmutatkozik. Hát igen. Hogyha itt megnézitek ezt a vápát, ott látszik, hogy vannak rajta szegnyomok. Nagyon nehéz nekem a kamerát most úgy tartani, hogy egyértelműen látszódjon, de akkor ide beljebb jövök. Itt látszik, ott, hogy ott világít valami a vápában. Ott világít, ott fönn. És itt, ha bejöttünk, akkor látszik az, hogy itt teljesen össze-vissza random módon vannak ezek a fóliák áthajtogatva, tehát ez egy baromira nem szakszerű vápa kialakítás. Az, hogy nincs benne vápadeszka, az egy dolog, de mert egyébként az is kellene, hogy az szépen megadja a síkot, de itt a fóliákat teljesen össze-vissza rakták, itt látszik a fényből, ahogy átvetül, hogy különböző minőségű, különböző fajta fóliákat használtak, ami még önmagában nem lenne baj, de hogy a vápát nem alakították ki rendesen, az biztos. Hát majd megint kapok a pofámra, hogy itt okoskodok, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez nem jó, akkor nem jó. Akkor ezt meg kellett volna rendesen csinálni. Egyébként itt a fejem fölött láttok egy rácsos rendszerű tetőt, ami szerintem tök jó. Előre lehet gyártani, gyorsan elkészül, iszonyatos terheket elvisel, és a mai munkaerő ínséges időben ez egy nagyon jó megoldás, viszont megint van egy részlet, amit elbökkentettek, pedig lehetett volna jó is. Hát ezek után tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lehet ez a fólia, ahol ilyen óriási különbség van, anyagminőség különbség van. Látszik, hogy a felső sorokban váltottak másra, szerintem elugrottak a sarki tüzépre, és akkor hirtelen valamit megvásároltak. Hát ugye, ami nekem még itt kicsit fájó pont, hogy ilyen kis árcímkével ellátott sarokvasakat látok. Megint úgy érzem, hogy a sarki vasboltba szaladtak be, és valamit fölraktak ide, itt a rácsos tartók csatlakozásánál. És ilyen sárga színű csavarok vannak, ez a legolcsóbb kínai csavar utánzat. Ezek aztán néha úgy törnek, pattognak, mint a ropi. Biztos, hogy nem minősített kötőelemez. Úgyhogy ezzel megint csak nem vagyok kibékülve, mert hogy egyébként ez a kis soklukú lemezke nem feltétlenül csavarozásra van, hanem sokkal inkább szegek beütésére, és ezt ilyen szegező lemezként kell használni. Na jó, elkanyarodtunk a fóliától.
Szóval megint hiba, baj, bajság, apróságok, de ezekre oda kellene figyelni. Keressetek magatok megfelelő kivitelezőt, műszaki ellenőrt, mert nem fogtok belőle jól kijönni. Egyébként nekem tökre tetszik ez a technológia, tényleg gyorsan lehet vele haladni, de hát ezekre az apróságokra is oda kéne figyelni. Hát további szép napot nektek, sziasztok, Rezsnyák Péter voltam, a szaki ellenőr.